ide középre szeretnék egy pár év előtt, hogy azért valamennyire... Egy cserjét, vagy inkább évelőt? Hát az évelők azok ezek a kis növények, amik ilyen alacsonyak. Akkor cserjét magyarul. Cserjét. Jó. Mire mi jövő? Addigra önnek ezt a sávot egy ilyen 50 centi szélesen ki kéne takarítani. Tehát, hogy le kellene... Tehát, hogy le kellene kapálni gyakorlatilag, hogy ez itt tiszta legyen. Amikor jövünk, akkor már csak ültetni. Füvet? A füvet, igen. Virágzó zugló a programnak a neve, amelynek a lényege, hogy önök látom, hogy itt nagyon szépen előkészítették a területet, ezért nagyon sok köszönet. És akkor most igazából ezeket a gyönyörű cseréket, ezeket kirakjuk. Itt van labdarózsa, van gyöngyvessző, van járgyóoldalak, van ilyen Veronika cseré, vagy fizokarpuszon, a gyönyörű bordó levele van, úgyhogy mind egytől egy gyönyörű kis növény. Polgármester hivatalnak és a Virágzó Zugló program keretében az itt jelenlévőknek a segítséget és ezeket a szép virágokat, és a Papcsák Ferencnek is a lehetőséget, hogy ez megtörténhetett. És jó egészséget, kívánunk mindenkinek. Erőt egészséget. És továbbra is ez a Dorozsmai utca, akik ide jönnek, barátnők, meg ismerősök, mindenki azt mondják, hogy ez Budapest legszebb utcája. Tehát akkor jó lenne, ha ez továbbra is még fokozottabban így lenne. Jó egészséget, jó? Tavasszal tessék azt a hívni majd, jó? Jó, és akkor lenyírod. A szerszámokat a Fiskars biztosította. Együttműködő médiapartnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövesse a Virágzó Zugló lélegzetellelító programját a kertész.blog.hu-n és a Facebookon.